Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, előadó művész. Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, előadó művész, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves csókolom, én is szeretettel köszöntöm, és a kedves nézőket is. Hogyan teltek az ünnepek, hogyan indult az új éve? Köszönöm szépen, nagyon kellemes, meghitt családi légkörben teltek az ünnepek. Finom ételekkel, italokkal természetesen, ahogy ez karácsonykásos és illik. Az új év ránk köszöntött, szilveszteri műsorunkból hazaért, baráti társaságban töltöttük, illetve akkor léptünk be az új esztendőbe, illetve hát szakmailag is egy nagyon-nagyon kedves felkérés jött egy bizonyos televíziótól, amiről még most nem szeretnék beszélni, mert előtte vagyunk. Merre voltak fellépni szilveszterkor? Szilveszterkor Hajdúszoboszlón egy régi kedves csárda fedezett fel ismét bennünket, úgyhogy és főleg külhoni magyaroknak ment a műsor, és nagyon-nagyon élvezték, nagyon tetszett. Mit kívánt az új esztendőre? Új esztendőre azt kívánom, azt szeretném, hogyha ugyanígy nagyon-nagyon szoros családi légkörben telnének a napjaim. Ugye gondolok itt a 7, illetve most már 8. éves kisfiamra, a Dávidkára, és hát tulajdonképpen hasonló legyen, mint a 2012-es, vagy egy nagyon picivel jobb. Tette újévi fogadalmat? Amit az előbb elmondtam, tulajdonképpen ez a családdal minél több időt eltölteni. Önkormányzati képviselői munkája mellett önt nagyon sokan ismerik, nótaénekesként, előadó művészként, és én a kezdetekre vagyok kíváncsi, hogyan indult el a karrierje. Annak idején, akik úgy régebben ismernek, tudják, hogy gitározással, zenekarozással kezdtük, talán még van, akinek jól hangzik a Seri együttes neve, és utána, hogy katonának bevonultam, ott a honvédségnél a katonatársak biztattak, hogy hát Zoli olyan jól énekelsz, miért nem próbálod ezt igaziból csinálni, és valóban utána kezdtem el az énekes szakmát, akkor kezdtem el Vörössárihoz följárni, tanulni Budapestre, és onnan jöttek a rádió, televízió, lemezfelvételek, stb. És a sok-sok fellépés. Általános iskolában szerette az énekzenét, ott is kiemelkedette már a többiek közül. Nagyon szerettem, valahogy éreztem is, hogy talán tehetség, vagy nem tudom, valami mozog bennem. Lényeg az, hogy hetedikes koromban én azzal állítottam haza egyszer, hogy a szüleimhez, hogy én szeretnék egy gitárt kapni. Nos, meghallgatták a kérésemet, és néhány nap múlva ott volt egy doboz gitár, amin önállóan, autodidakta módon megtanultam gitározni. Említette, hogy Budapestre járt Vörössárihoz éneket tanulni. Erről milyen élményei vannak? Hát Sárika, ő az ország egyik leghíresebb magyar nóta énekesnője volt, vagy talán még most is mondhatjuk, hogy ugyebár most is forognak a felvételei. Elég idős volt már, mikor én oda kerültem ő hozzá, 70 év fölött, és hát nagyon-nagyon nagy átérzéssel, nagyon nagy szakértelemmel, tudással tanított bennünket a magyar nóta éneklés a műfajnak a titkaira. Tudott-e ő esetleg segíteni a karrierje egyengetésében?
Hát ha azt annak tekintjük, hogy a szerencsés OSK vizsgán már ott ültek azok a televízió, rádió szerkesztők, akik későbbiekben kapacitáltak a rádióhoz, a Hungaroton lemezgyártó vállalathoz. Itt, ami előttünk van, ez a nagy lemez, ez ott készült egyébként. Ezt meg is mutatjuk. És ennek a szerkesztője, illetve aki ezt létrehozta, a Máder László úr, ott ült az én első vizsgámon, amikor a legmagasabb kategóriát megszereztem az éneklésből az OSK-nál, illetve hát további rendezők, szerkesztő személyiségek, akik számítottak a Magyar Nóta műfajában. Ha jól tudom, akkor nem csak ennek a, vagy nem csak ez az OSK vizsga van az ön birtokában. Ori vizsgám is van, amit a következő évben sikerült elérnem. Ez országos rendező iroda, ez egy szintén egy kemény papíros, kemény lapos, kemény fedelű igazolvány, ami feljogosítja arra a tulajdonosát, hogy művészként előadásokon részt vegyen. Milyen út vezetett az országos televízió csatornák műsoraiba? Ugye ezt nem mondhatja el túl sok ember magáról, tehát azért, ha mondjuk valaki egy jobb hanggal rendelkezik, az még nem egyenes út ahhoz, hogy esetleg egy nóta műsorban fellépjen. Hát pláne akkoriban, ugye most már azt tapasztaljuk, hogy különböző kereskedelmi csatornákon boldog-boldogtalan ilyen-olyan színvonalon teheti a tennivalóját, de igazából akkoriban bizony volt egy szigorú menetrendje ezeknek a dolgoknak, és amit az előbb említettem, ezek a szerkesztők, akik fölfigyeltek a fiatal tehetségekre, ők adtak nekünk lehetőségeket. Melyik a kedvenc nótája? Jó, sok van. A legutóbbi kazettámon, CD-men, Az én jó apámnál nincs jobb a világon, ez a címe. Hát azon legalább 9 hallgató nóta van, ami szebbnél szebb, és majdnem mondhatom, hogy mindegyik a kedvenceim közé tartozik. Egyébként a most következő televíziós felvétel is ezekhez a nótákhoz köthető. Összeszámoltál már, hogy amióta elindult a karrierje, körülbelül hány fellépése volt? Vezet-e valami nyilvántartást? Ezernél több. Tehát nem vezetek nyilvántartásról, szinte lehetetlen is lenne, mert akkoriban volt olyan 7, hogy 5-6 fellépésünk volt, tehát egész más volt. Most úgy nyilván a válság ebbe is begyűrűzött, de igazából a decemberi hónap az megint úgy visszaidézte ezeket a régi időket, ugyanis elég mozgalmas volt. Meséljen nekünk erről, merre jártak? Andival, a tesómmal jártunk legtöbb helyen, hát ebbe aztán egészen változatos helyek, az Országos Egészségpénztár Központjától kezdve, ahol gyerekműsort adtunk, vagy a Debreceni megyeháza Árpád termében, ahol a nyugdíjasok köszöntésére. Erről láttunk fotókat is. Igen, igen, azt hiszem a Facebookon fönt van. Hát egész különleges helyekre eljutunk, Sárét udvaritól, Tiszagyendától kezdve, amerre hívnak bennünket, de változatos és mozgalmas, ugyanis hát a műsorunk is eléggé változatosan van összeállítva, úgy a középkorúaknak vagy a felnőtteknek szóló, mint a gyermekműsorunk. A decemberi gyermekműsor az például ilyen Mikulás jellegűre, vagy karácsonyi műsor jellegűre volt formálva. Ez a karcagi fellépésük volt, ha jól tudom, akkor egy általános iskola alsó tagozatának adtak. Igen, egy ajándék műsor volt. Hogyan sikerült ez a fellépés? Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek, és utána több pedagógus is odajött hozzánk és gratulált, hogy valamilyen szinten egy picit újult is a műsorunk, de persze azért a régi megszokott dallamok is megszólalnak, hát ugye saját dalokról van szó, megszólaltak ebben a műsorban, és hát láttam, hogy a Karcag Televíziós legalább már vagy 5-6-szor lejátszotta. Jól esik, mert visszajön az a hangulat, amit ott a gyerekek is átéreztek. Melyik áll közelebb a szívéhez, a gyermekműsorok vagy a nóta műsorok? Mind a kettő. Mióta megtanultam gitározni, szívesen a kezembe veszem ezt a hangszert, és a gyerekeket szeretem vele elkápráztatni. Általában sikerül is, mert nagyon szeretik. Melyik volt a legtávolabbi fellépése? Hát ezt többen tudják Karcagon, hogy én több alkalommal jártam kint a távoli földrészen, Ausztráliában, ahova, amikor másodjára, először is már ismerősként fogadtak, hiszen a televízióból jól ismertek, de másodjára igazán nagyon-nagyon nagy fogadtatásban volt részem, de hát ez már 2004-ben volt, és hát sajnos ott is ugye kevesebb a magyar, fogynak a magyarok, idősek, és ugye hát természetes fogyásról van szó, így aztán oda már azóta nem érkeztem
nem értem ki, de volt svédországi, németországi, oroszországi, Nizsnyi Novgorodban egy karcagi származású kedves volt osztálytársam a Szabó Józsi meghívására. Tehát eléggé egzotikus helyeket is sikerült bejárni ezzel a műfajjal. Hogyan mulatnak az emberek ezeken a távoli földrészeken, távoli országokban? A magyarok azok, a külhoni magyarok, és ezt értem az erdélyiekre, vagy az ausztráliaiakra is, az ausztráliai magyarokra is, sokkal felszabadultabban, sokkal jobban átérzik, átélik ezeket a szép dalokat és a csárdásokat, talán mint itthon. Persze azért itthon is attól függ a rendezvény minőségétől, vagy légkörétől függ, hogy mennyire tudják beleadni magukat az emberek. Egyébként még a külföldieknek is a magyar csárdásnak a ritmus, a dallamvilága, a hangulata átjön, hiszen az előbb említett oroszországi helyszínen magyar csárdásokat énekeltem, és igen-igen jót mulattak rajta. Nem értették, hogy miről van szó, de magát a zenét azt nagyon értékelték. Hogyan értékeli, ha így át gondolja az elmúlt évek munkásságát? Melyik volt a legemlékezetesebb fellépése? Akár a közönség, akár az ön számára. Több is volt, mert hát természetesen a mostani időben, néhány évvel ezelőtt a Nóta TV-be hívtak be egy riportra és 12 dal felvételére, ahol hát nagyon-nagyon kikeltem magamból, úgymond sérelmeztem a Magyar Nótának a mellőzöttségét, és az, hogy tulajdonképpen hogy is szoktam ezt fogalmazni, hogy a szalonképességét a Magyar Nótának, Magyar Nóta műfajának elkívánták venni az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben. Na most ezért üde jelenség a Dankó Rádiónak a megjelenése, amiről majd később fogunk még beszélni. De pontosan ezt mondtam, hogy a közszolgálati médiába vissza kellene hozni ezt a szép magyar műfajt, hiszen ennek nemzet megtartó ereje van, ez a magyar különlegesség, egy magyar unikum, mondhatom így, tehát egy kuriózum a magyar zenei világban. Ez volt az egyik emlékezetes fellépésem, tehát ez a Nóta TV-ben volt, illetve nagyon-nagyon régen volt a Jákó Vera emlékműsor, ott új dalokat kellett énekelnünk, több forog egyébként különböző internetes felületeken ezekből az előadásomban, és aminek az érdekessége az volt, hogy a Magyar Rádió ezt élő egyenesben közvetítette, és a műsorvezető Antal Imre volt a műsorvezetője. Otthon, családi körben, amikor mondjuk összegyűlik a családjuk egy-egy ilyen alkalomkor, születésnap, ha névnapot ünnepelnek, szokott-e énekelni? Szokta-e a rokonságot szórakoztatni? Sajnos egyre ritkábban, mondjuk édesapámnak elég nagy fájdalma is ez a dolog, mert hát régen így mentek de most ez már ritkázva van, és hát megmondom őszintén, hogy aki mondjuk ezzel foglalkozik, majdnem úgy, hogy főállásban mondhatom, meg hát már régen, annak pont elég, amit a színpadon teljesít, én úgy gondolom. Készülnek a Nótás fiúkkal a hagyományos éves nőnapi nőköszöntő műsorra. Erről mit kell tudnunk, mit lehet tudnunk? Igen, szeretném értesíteni a tisztelt Magyar Nóta rajongó közönséget, hogy készülünk a karcagi nótás fiúkkal. Hogy is szól a dal, hogy Bandi, Gyuci, Jancsi, Feri, Zoli, Béla, valahogy volt egy ilyen rím, egy ilyen dal szöveg. Tehát mind a hatan készülünk, és egy vidám nőnapi műsor, Magyar Nóta műsor várható március, ha jól tudom, 23-án, de majd tessenek figyelni a hirdetést. Az előbb említette, hogy elindult egy új országos rádió. Mi ez a rádió? Mit lehet róla tudnunk? Rendkívüli meglepetésemre és nagy örömömre, nem csak az enyémre, hanem a Magyar Nóta szeretőknek az örömére, december 22-én elindult egy országosan fogható, és a jellegét tekintve 80%-ban kötelező, hogy Magyar Nótát cigányzenekar kísérte Magyar Nóta. Tehát nem lakodalmasorok, nem ilyesmiről van szó, hanem a hagyományos, megszokott módon cigányzenekarral kísért Magyar Nótákat kell, hogy játszon 80%-ban. És ez el is indult ez a rádió, sőt, Karcagon is meg lehet találni. Először én sem tudtam, hogy is fogjak neki ennek a megkereséséhez, de addig tekergettem a rádión, hát először is át kell kapcsolni az FM sávról, az AM, az van odaírva egy kapcsolónál,
oda átkapcsolunk, és akkor 1116 környékén, vagy melyik rádión, hogy van ez jelezve, tehát ott meg lehet találni, és hát nem olyan nagyon jó minőségben, mert középhullámon jön, de attól függetlenül élvezhető és fogható Karcagon is ez a rádió. Biztosan nagyon sokan fognak ennek örülni, ennek a hírnek. Eddig én sem hallottam róla öntől, hallottam a riport előtt. Biztosan, és még annyit hadd fűzzek hozzá, hogy az esett a legjobban ezzel kapcsolatosan, hogy a magyar rádió vezetése az meghallotta annak a több mint 3 millió itthoni és külhoni magyarnak az igényét, hogy igenis jöjjön vissza a közszolgálati médiába a magyar nóta, és nagyon szép szavakat használtak a magyar nótával kapcsolatosan. Jól esik nekünk, aki ezt a szakmát műveljük, jól estek ezek a szavak, hiszen az elmúlt évtizedekben nem sok szép szót hallottunk a magyar nótával kapcsolatosan, pedig mindig el szoktam mondani, hogy nem szabad bántani, hát miről szól a magyar nóta? A szülői szeretetről, a szerelemről, a hűségről, a hazaszeretetről, és sorolhatnánk ezeket a nemes érzéseket, amik gyönyörű szépen vannak megfogalmazva a magyar nótákban, hiszen ez a rádió is egy nagyon híres Prímásról, Dankó Pistáról, aki több mint 200 nótát eltörött a hegedűm, stb. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb nótákat jegyez, illetve hát kik írták a szövegét annak idején, hát Petőfi Sándor, Egressy Béni, Arany János, ilyen óriás nevek vannak a magyar nóta műfaj mögött, ezért hát Blaha Lujza volt az egyik fő művelője, nem szabad bántani ezt a műfajt, igenis ez ott van a többi közt a helye. Hozott nekünk néhány dolgot, az előbb már beszéltünk erről a hanglemezről, hozott nekünk egy kupát, a legjobb férfi előadónak, legjobb férfi énekesnek járót, ezt mikor kapta? Igen, hát ez egy régi történet, de attól arra gondoltam, hogy nem árt néha feleleveníteni, hiszen ez egy nagyon komoly eredmény, mivel ez Budapesten történt, ez a Nóta Olimpia elnevezésű énekverseny. Pontosabban nem is énekverseny volt, ez csak egy külön kategória volt a versenyben, hiszen a szerzők versenyeztek, a szövegírók és a zene szerzők. Titkos nevezés volt magyarul. XY nem írhatta be, hogy Kovács Jóska meg Kovács Peti szerzeménye, hanem csak azt írhatta be, hogy 27-es. Na most én megkaptam egy számú dalt, nem tudtam, hogy ki a szerzője, meg kellett tanulni a dalt, és el kellett énekelni, és hát a dalok, azok, meg két dalt is énekeltem, azok olyan középmezőnyben végeztem, viszont a zsűri, akik hát már említett nagyon magas szintű, komoly beosztású kollégákból, meg szerkesztőkből álltak, árgus szemekkel figyelték az énekesnőket és az énekeseket. És hát az ő döntésük alapján azon a versenyen, ott nagyon sok énekes közül én kaptam meg ezt a díjat. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen, régi történet, de jó rá emlékezni. Ebben az évben, ugye 2013-ban mire számít, milyen évet tervez, hány fellépéssel? Hát ezt lehetetlen megjósolni, hogy hány fellépés, arra, hogy mire számítok, arra, amit az előbb említettem, hogy talán jobb lesz, mint a 2012-es. Én úgy érzem, hogy lehet már egy picivel jobb, hiszen, hogyha most egy picit a politikát is beleszínezzük ebbe a dologba, azért nagyon sok önkormányzat fellélegezhet az adósságai konszolidációja révén, így a mi önkormányzatunk is, de ebben most majd egy másik alkalommal majd mélyebben belemegyünk, de a kis települések, akiknél idáig szinte lehetetlen volt mást tervezni, meg másra gondolni, mint a különböző hiteleknek a törlesztése, nos, ez a súlyos feladat, ez eltűnik talán, és akkor nagyon remélem, hogy más kulturális dolgokra is juthat majd. Hogyan tervezi a nyarat? Nyarat, falunapokra szoktunk meghívásokat kapni, és hát amikor éppen nincsen családi nyaralás, vagy nem utazunk el valahova, akkor a meghívásoknak nagyon szívesen teszünk eleget, kolléganőimmel, kollégáimmal, sőt, nagyon sokszor cigányzenekarral kérik a műsor, tehát ez változatos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és további sok sikert kívánunk az élete minden területén. Köszönöm a meghívást, és a kedves nézőknek és önöknek is boldog új évet kívánok. Köszönjük, viszont kívánjuk.
A Karcag Városi Önkormányzat, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a Déréné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár nevében tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő városi ünnepségre 2013. január 22-én. 16 óra 30 perctől a Déréné Kulturális Központ második emeleti dísztermében Berta Márton festőművész a Biblia és a Szentföld kincsei című kiállításának megnyitóján a vendégeket köszönti a rendezvény háziasszonya Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő. A tárlatot megnyitja Földvár Inés Simon Ilona igazgatóasszony. Közreműködnek Kánagy Rebeka és Kovács Péter, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulói. 17 órától a Déréné Kulturális Központ színház termében az ünnepi megemlékezésen köszöntőt mond Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház megbízott főigazgatója, majd a Múltat s jövendő címmel a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Kedves nézőink, most a városunkban történt fontosabb eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek. Kérem, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán. Az előbb egy nagyon szép ünnepélyes együttműködési megállapodás aláírásának lehettünk a tanúi. Konstiborral, a Református Egyházközség elnök lelkészével beszélgettünk először is. A képviselőtestület korábban döntött egy ingatlan értékesítéséről. Melyik ingatlanról is van szó pontosan, és miért kérte ezt az egyház az önkormányzattól? Az önkormányzat a Kálvin utca 5-ös iskola épületről döntött. Ennek az előzménye és ennek az alapja az, hogy mi a 2012-es év legelején jeleztük, hogy tekintettel arra, hogy a mi iskolai létszámunk folyamatosan emelkedik. Másfelől pedig ez egy volt egyház ingatlan, és mi nem nagyon szeretünk lemondani a régi ősi jusról. Tettük azt a javaslatot, hogy mivel mindenhonnan mi vagyunk a szomszédok, akkor megvásárolnánk ezt az ingatlant. Nem is merült föl bennünk, hogy másképpen akár használatban, akár bérletben kerülne hozzánk, csak is a megvásárlás volt az alap, és polgármester úrral ezügyben többször tárgyaltunk, és mindvégig támogatásáról biztosított, ahogy korábban már miniszter úr is ebben a dologban. Még mondhatom, hogy az ő polgármestersége idején is ez egyszer fölvetődött, akkor is mondta, hogy természetesen, hogyha ez egy református egyházi oktatási központ, tulajdonképpen ez a Kálvin utca, akkor valóban belefér ez a Kálvin utca 5-ös ingatlan. Tehát tettünk erre egy ajánlatot, tulajdonképpen megvártuk, hogy fölértékelje az önkormányzat, fölértékeltesse az államtól, a kincstártól kapjon erre engedélyt, és akkor ezek után leültünk tárgyalni. Mi a presbitériummal, és a polgármester úrék pedig a képviselőtestülettel, nyilván mindenféle bizottsági jóváhagyások mellett hoztak egy döntést, és akkor ennek lett tulajdonképpen az az eredménye, hogy most már úgy beszélhetünk róla, hogy megtörtént az adásvétel, és ennek a szerződési formáját írtuk alá most. És mi lesz ebben az ingatlanban, hiszen biztos, hogy egyházi fenntartásban, egyházi iskolai oktatásban kell gondolkodni, de kik fognak ide kerülni? Igen, hát mindenképpen mi ezt csak is az oktatás céljára vásároltuk, tehát nyilván lehetett volna másra is, meg lehetne használni másra is, de nincs szándékunkban, hiszen ahogyan mondtam, hogy ezt az ősök annak építették, akkor mi is ehhez ragaszkodunk. Itt első renden, ugye nekünk van egy olyan gondolatunk, ezt úgy látom, hogy bevált, hogy szétbontjuk a generációkat. Bármennyire is hihetetlen, az általános iskolai generáció az nem egy generáció. 1-től 8-ig az bizony, a 6 évestől a 14 évesig, jobb esetben,
Ez a 8 esztendő azért nem egy generáció. Itt több generáció van, és mi úgy gondoljuk, hogy még csak az alsós és felsős megosztás sem teljesen haszon, hiszen a nagyjából 2 éves intervallumban óriási változások vannak. Ezért az első 2 osztályt hagynánk továbbra is az iskolánk mostani Varró utca 4 szám alatti telephelyén, és a 3.-4. osztályt vinnénk föl. Ez most jelen pillanatban 6 osztály lenne, de mivel június 30-án lesz kiürítve, vagy június 30-áig, és július marad, ahhoz, hogy minden rendben legyen, elképzelhető, hogy az első évben csak a 4.-eseket visszük át, és akkor folytatólagosan a 3.-osokat, és tehát így alakítanánk ki, Varró utca 4, első, második, a Kálvin 5, 3.-4., és akkor 5.-től 8.-ig pedig a nagy épületünk, központi épületben lenne. Tehát 3 telephelyen gondoljuk tovább a munkát. Itt említette, hogy annyira kevés lesz a nyári szünet, hogy nem biztos, hogy mindenkit el tudnak vinni, de abból kiindul, hogy a többi intézményünket is mindegyiket felújították, gondolom itt is lesznek, ha most nem is olyan nagyon látványosak, de biztos lesz valami felújítás itt nyáron. Igen, és oly módon, hogy alapvetően ez az első 3 osztály, ami a mostani gondolatunk szerint, ami az utca fronton van, azt tennénk rendbe, a teljes vizes blokkot, hiszen ott egy komoly cserére van szükség, korszerűsítésre, és mondom cserére is, másfelől egy tanári kellene, és akkor így gondoljuk végig, hogy a fönnmaradó részeket pedig a folyosóval egyetemben, a szünetekben, ugye értve az adott az oktatási szünetet, meg akár előrehozva ilyen délutáni munkával, de azt is folyamatosan. Tehát tulajdonképpen a 2014-es tanévet szeretnénk úgy indítani, hogy teljesen egy látványos felújítás után venni birtokába az egész épületet az iskola, a kerttől kezdve mindennek a rendbetétele, tehát ez egy nagyon nagy vállalás és vállalkozás lesz. Én jó munkát kívánok önöknek ehhez, és hát, hogy legyen sok sikeres tanévük ebben az új épületben is. Köszönjük szépen, és várjuk mi is, hogy kövessenek figyelemmel bennünket. Köszönöm a figyelmet. Konstibor elnök lelkész úrtól már hallottuk, hogy június 30-áig ott maradnak az önkormányzati, illetve most már állami iskola diákjai is. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Miért tartotta fontosnak az önkormányzat, hogy támogassa az egyháznak ezt a kérését, hogy átadja nekik ezt az intézményt? Mi minden egyháznak a kérését örömmel támogatjuk, hogyha az a Karcagon élő lakosoknak, Karcagon tanuló diákoknak az érdekeit szolgálja. Valóban a református egyház vezetése megkeresett bennünket, hogy szeretnék bővíteni az iskola rendszerüket, szükségük lenne egy épületre, ahova a gyermekeket el tudnák helyezni, és a Kálvin 5 szám alatt található általános iskolára gondoltak. A képviselőtestület megvizsgálta ezt a kérdést, és úgy döntött, hogy átadjuk a református egyház részére, természetesen megfelelő pénzösszeg ellenében. Lehet-e tudni, hogy mennyi volt ez az összeg? Természetesen lehet tudni, hiszen ez nem titkos, testületi ülésen döntöttünk erről. 59 millió forintért került a református egyház tulajdonába ez az épület. És akkor június 30-a után ők ezt átveszik, az ott tanuló diákokkal mi lesz? Hát az ott tanuló diákok egy része bizonyára ott fog maradni ebben az intézményben, a református egyház irányítás alatt, akik pedig nem szeretnének egyházi iskolában tanulni, azoknak az elhelyezéséről gondoskodni fog az önkormányzat. És lehet, ha már tudni, hogy ők hova kerülnek, vagy ez majd akkor, amikor kiderül, hogy hány gyermekről kell egyáltalán gondoskodni, akkor fognak majd helyet keresni neki? Hát természetesen már előre gondolkoztunk ezen, mielőtt még a döntést meghoztuk volna, tehát úgy a vakvilágban nem hoz a testület döntéseket, hogy az előre nem látható dolgokat gördítsen saját maga elé. Megvannak azok a tanterméink, üres tanterméink, ahova el lehet helyezni ezeket a gyermekeket. Több intézményünkben is van erre lehetőség természetesen. A képviselőtestület úgy tudom, hogy már megkapta ezt az összeget.
Igen, a napokban került átutalásra ez az összeg, és ahogy az imént említettem, illetve a lelkész úrral készült interjúból is kiderül, a tanév végéig a önkormányzati iskolaként működik, illetve most már nem is önkormányzati, hiszen az állami fenntartás alá kerültek ezek az intézmények. Állami fenntartású intézményként működik a tanév végéig, és onnantól kezdődően lehet a református egyháznak a kedvező szerinti átalakításokat elvégezni, esetleg felújítani az épületet, és akkor megkezdeni a egyházi oktatást szeptember 1-től. Addig is jó munkát kívánunk Önöknek, hiszen azért önkormányzatiként mondjuk mi mindig, hiszen pár nap telt el, hogy állami fenntartásba kerültek ezek az intézmények. Köszönjük szépen, hát természetesen attól, hogy állami fenntartásúvá váltak, mindig odafigyelünk az intézményekre, a városban működő intézményekre, hiszen, ahogy mondani szoktam, ott karcagi emberek dolgoznak, karcagi gyermekek tanulnak ezekben az oktatási intézményekben, tehát a figyelő tekintetünk ott van. Köszönjük szépen! Domján Sándorral beszélgetünk. Azt hiszem, hogy ez a hétvégi eső egy picikét segíthetett a mezőgazdaságban, de Ön hogyan látja, mint szakember, hogy elég volt ez az eső, vagy még sokkal többre volna szükség? Hát az előző évek csapadék szegénysége után örülünk mindennek, ami égi áldásként jön. Jó volt az eső, de hát ez nem volt egy olyan jelentős mennyiség, egy 3 és 4 mm között mértük, többnek tűnt, hirtelen jött, nyári zápor, villámlással, égzengéssel, januárban szokatlan. Jó jött, örülünk neki, de még nagyon sokra lesz szükségünk, ugyanis az előrejelzések alapján a 2013-as év is olyan aszályos és forró lesz, talán még forróbb is, mint a 2012-es. Hiányzik a hó, vagy most ez ennyi időjárás jót tesz a növényeknek? Hát természetesen a hótakaró mindig hiányzik télen. Egyrészről a benne rejlő csapadékmennyiség, másrészről pedig az őszivetéségnek a takarása szempontjából. Annyiban szerencsések vagyunk, gazdálkodók, hogy még kemény fagyok sem voltak, tehát azért a jelentősen mínusz 10 alatti hőmérsékletek és azok tartósan még nem voltak ezen a télen. Annyi fagy azonban már volt, hogy a őszi talajmunkák, szántások kezdjenek megomolni, természetesen még ahhoz is kell hideg, és hát megint csak az előrejelzésre tudunk hagyatkozni, február hónapra nagyon kemény hideget és hosszú, kitartó hideget jósolnak az időjósok, viszont lesz valamennyi hó is, ami ha így lesz, akkor különösebb problémát nem fog okozni, optimális lesz mezőgazdásznak, hát a vadgazdálkodók nem fognak ennek örülni, mert akkor viszont nagyon-nagyon sok, hogyha ótakarás lesz és kemény hideg, akkor nagyon sok takarmányt kell majd kivinni a vadaknak. És hogyan látja most ez a szép időjárás, nem tréfálta meg egy kicsit a növényeket, tehát nem indult meg esetleg olyan fejlődés, aminek még nincs itt az ideje? Hát a gazdasági növényeink közül nem, viszont van egy-két olyan barkás virágzatú fa, ami már látok mozdulást, hát ők majd csalatkozni fognak, mert azért az a kemény hideg, ami várható, az biztos, hogy ezeket a meginduló virágokat el fogja pusztítani, de kertekbe járva gyümölcsfákon nem láttam ilyet, illetve hát a szántóföldi növényeknél az őszi káposztarepce, az őszi árpa, őszi búza, amik kint vannak, azon nincs egyáltalán ilyen megmozdulás. És Ön szerint körülbelül mennyi csapadékra volna most szükség ahhoz, hogy picit elnyúljon ez az asztálykérdés? Hát legalább egy olyan 250 mm mínuszban vagyunk, ez természetesen ne egyszerre essen a nyakunkba, mert akkor csónakázni fogunk, tehát az megint nem jó. Hát itt a tél vége, tavasz eleje, megint csak az előrejelzések alapján, ahol várható, hogy lesz csapadék, aztán utána megint egy nagyon forró, és egy forró nyarunk és egy forró őszünk lesz. Biztos, hogy öntözni kell sokat ebben az évben is, főleg az értékesebb kultúrákat, a vetőmag előállító táblákat, tehát nagyon-nagyon nagy jelentőség lesz most is az öntözésnek, illetve aki nem tud öntözni, annak meg kell próbálni úgy olyan fajta választékból dolgozni, amit már korábban el tud vetni, rövidebb tenyészidejű,
ugyanez magával hordozza a kisebb termésmennyiségnek is a lehetőségét, de az talán biztonságosan megtermelhető, mert a nagyhozamú intenzívebb fajták, legyen itt szó bármilyen kultúráról, kukoricáról, gabonáról vagy bármi másról, azok bizony megkívánják a több csapadékot is. És akkor elképzelhető, hogy olyan növényeket is fognak itt vetni tavasszal a határból, ami itt eddig nem volt szokványos, és éppen ehhez alkalmazkodik, ehhez a szárazsághoz? Hát akár ez is lehet, vagy az, hogy a megszokott kultúrákon belül olyan fajtákat fognak választani a gazdálkodók, amelyek ezt az extrém időjárást, tehát az aszályt, a nagyon komoly hőstresszt jobban tűrik, mint a többi. És önök maradnak a hagyományosoknál, tehát ezeket a figyelembe véve, amit elmondott, vagy esetleg lesz olyan új növény, amit most fognak vetni idén? Hát Isten igazából nem. Tehát mi a tavalyi évben, 5 év után tértünk vissza például a hibrid kukoricavetőmag előállításhoz, ez most is egy 800 hektár fölötti nagyságrendben lesz nálunk, ez ugye alapból öntözött kultúra, lesz áru kukoricánk az állatainknak, a búzáink szépek, hát lesz valamennyi köles, lesz valamennyi tavaszárpa, zab, de nálunk is napraforgó. Mi ezt a, ha úgy tetszik, klasszikus vetésforgót alkalmazzuk, amellett, hogy a vetőmag elállítás az egy igen nagy volumenben működik nálunk. Tehát akkor ehhez mindenképpen adottnak kellene az öntözésnek is. Hogyan látja, hogy ez mennyivel növeli meg a költségeit egy gazdálkodónak? Hát lényegesen megnöveli. Hát tavaly 740 hektáros nagyságrendben öntöztünk, és 65 ezer liter gázolaj ment el a szivattyúinkba. Ugyanis csak egy olyan területrészünk van, ahova gravitációsan oda jut a tiszavíz, a többi helyen már át is kell emelnünk az öntöző csatornákba, és utána onnan az öntöző csatornákból nekünk pillanatnyilag 6 öntöző motorunk van, ez 2 linárba, 4 az pedig csévélődobos gépeket öntöz, amiből 16-tal dolgozunk. Tehát ez egy jelentős többletköltség, jelentős többletmunka, de hát persze, tehát ész nélkül nem lehet csinálni, más sem, ez sem. De hát ezt tudjuk, még valószínűleg öntözésfejlesztési beruházásokat fogunk végrehajtani ebbe az évbe, még hogy nagyobb területeket tudjunk megöntözni. Az egy kicsit biztonságosabbá tegyék a termést? Nem kicsit, egyértelműen biztonságosabbá tehető a termelés, és a termés mennyisége magasabb költségeken, ezért olyan kultúrákat kell elállítani, amelyek többlethozammal ezeket a magasabb költségeket visszaadják. Hát akkor azt hiszem, hogy lesz teendőjük önöknek is ebben az évben. Én azt kívánom, hogy ahogyan is mondta, egyszerre ne jöjjön a 200 mm csapadék, de azért fokozatosan és tényleg minden területre érkezzen jelentős csapadék. Köszönjük szépen ezt a jó kívánságot, nagyon reméljük, hogy így lesz. Szerintem minden gazdatársammal osztozunk ebben a várakozásban, hogy legalább a tavasszal ne legyen nagyon nagy aszály, hiszen a nyár az szinte kódolható, hogy az lesz. Akkor jó munkát kívánunk önöknek! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk itt a Nagykunvízés csatornamű Kft-nél. Beszélgető társunk Andrássy István, a Nagykunvízés csatornamű Kft. Vezető igazgatója. Többen nézőink közül is bizonyára tudják már, hogy változás történt a cég életében, erről fogunk beszélgetni. Január 1-től bizonyos feladatokat Szolnokhoz tartoznak, és bizonyos feladatok ugyanúgy a Kft. Kezelésében maradtak. Mondjuk el nézőinknek, hogy akkor hogyan is áll most a Kft. Feladatköre. Tisztelettel üdvözlöm én is a kedves nézőket. A Nagykunvízés csatornamű Kft. Életében most elég sok változás történt az elmúlt időszakban. A elmúlt évben törvényi változások történtek, amelyeknek betartását a város is betartja. Ennek keretében a vízi közmű szolgáltatást továbbra, most már nem a Nagykunvízés csatornamű Kft. Látja el, hanem a TRV ZRT, amely azt jelenti, hogy az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás kerül át az ő üzemeltetésébe. A Nagykunvízés csatornamű Kft.-nek pedig megmaradt továbbra a fürdő, illetve a kereskedelmi szolgáltató helynek a üzemeltetése. Melyik cégnek hol lesz a telephelye, tehát hol kereshetik majd önöket az ügyfelek?
Az ügyfelek a víz és szennyvízszolgáltatás terén a továbbra is a Karcag kisújszállási út 24 szám alatti telephelyen történik a különféle ügyintézések, szolgáltatások. A fürdés kereskedelmi szálláshely pedig a Fürdő utca 3 szám alá fog tartozni. Egyenlőre most még itt január-februárban van egy bizonyos átállási időszak, amely bizonyos hát nem problémákat okoz, hanem az átállásnak van ezért egy átfutási ideje, és akkor ezt január-februárban minden igaz, akkor le fog rendeződni. Az átállással kapcsolatban szeretnénk még annyit mondani, hogy bizonyára értesültek már sokan róla, hogy most az múlt időszakra vonatkozóan körülbelül másfél-két havi számlát fognak kihordani a vízi beszedők, melynek oka az, hogy december 31-ével az előző évet le kell zárni. Ez nem azt jelenti, hogy nem a szolgáltatott víz után kell, víz és szennyvízdíjat kell megfizetni, hanem azt jelenti, hogy mivel december 31-ig le kell olvasni az összes órát, ami azt jelenti, hogy ennek is van bizonyos átfutási ideje, amely azt jelenti, hogy akinek december elején vagy december közepén került olvasásra, a december 31-ére vonatkozó időszakra egy átlagolt fogyasztás lesz kiszámlázva, de csak azért, hogy az átállás miatt december 31-ével ez lezáruljon. Ez a következőben azt jelenti, hogy a januári számla viszont ezzel arányosan kevesebbet kell majd fizetni a fogyasztónak. Az árakról még úgy tudom, hogy nem tudunk beszélni, hiszen ez már még önkormányzati hatáskör lesz, a strandbelépők is és a többi olyan dolog, de a májusra már gondolom azért annak is készülnek. Igen, hát jelenleg ezek az ügyek még folyamatban vannak. Itt a fürdő és kereskedelmi szálláshelyen is az árak egyenlőre most még egyenlőre úgy néz ki, hogy február 1-ig változatlanok. Ha február 1-ével változni fog, akkor arra majd értesítéssel élünk, de mondom, ezek az ügyek még folyamatban vannak. Hát a víz és csatorna díjról arról én már nem tudok nyilatkozni. A dolgozói létszámban ez most mit jelent, hogy a KFT, tehát a régi meglévő, tehát december 31-ig fenntálló nagykörű víz és csatornamű KFT, ből hányan mentek át az új céghez, és hányan maradnak az ön vezetése alatt? A TRVS, aki eddig is a víz- és szennyvízszolgáltatásban dolgozott, ez 40 embert jelent. A Nagykonvíz és Csatorna Kft.-nél viszont maradt 20 ember jelenlegi állás szerint. Tudom, hogy a tévhitben voltak az, hogy több embert elküldtünk, megszűnt a munkaviszonya, de úgy szűnt meg, tehát szűntek meg munkaviszonyok, de bizonyos munkaköröknek volt határozott idejű alkalmazásban lévő emberek, akiknek lejárt a szerződése, annak nem lett meghosszabbítva. Tehát nem elküldtünk embereket, hanem akiknek lejárt a szerződés, mert megszűnt az a munkakör, ezért ők már nem dolgoznak tovább a vízműnél, de külön létszám elküldésre eddig nem került sor, és várhatóan nem is fog. Bár nekünk azért ezek a minuszok, nagyon minuszok, de akik szeretik ezt a karcagi gyógyvizet, azok ilyenkor is kijönnek. Láttuk, hogy azért most is vannak a medencében. Mennyire jönnek most a lakosok? Igen, ez változó időjárástól függő, de azért úgy átlagban el tudom mondani, hogy 50-60 fő napi látogatottság még mindig megtörténik. Hát úgy, hogy ez időszakonként, tehát a nap több időszakában, tehát vannak a reggeli órákban, esti órákban, napközben vannak inkább gyérebben. És hát azért reméljük, hogy már a jó idő is közeleg, és akkor májusban azért még többen lesznek, és reméljük, hogy egy jó kis szezon lesz, az időjárás is segít majd ebben. Igen, hát ebbe bízom is, hogy akkor a időjárás javultával majd még többen lesznek, és akkor tudják élvezni a gyógyvíz adta lehetőségeket. Köszönjük szépen! Szívesen! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Plósz Csilla, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetője.
Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Plósz Csilla, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Névváltozás történt, mikor és miért? Igen, tavaly 2012. decemberében az akkori fenntartónk módosította a Művészeti Iskola alapító okiratát. Ugye eddig Erkel Ferenc Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény voltunk, szép hosszú nevünk volt. Ez most január 1-től Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola iskolává változott, mindez a köznevelési törvény változásával kellett, hogy végrehajtásra kerüljön. Nem csak névváltozásuk volt, hanem egy fenntartó váltás is bekövetkezett az intézmény életében. Ez így van, mintha ugye az országban, tehát közel 2700 intézmény a Klebersberg intézményfenntartó központ fenntartásába került, úgy a mi iskolánk is. Január 1-től most már a Karcagvárosi Önkormányzat helyébe a Klebersberg intézményfenntartó központ lépett. Mit jelent ez a jövőben? Nehéz volt-e az átállás? Az átállás az még most is folyamatban van, hiszen még évelejét, gazdasági évelejét írunk, hiszen a tanév az már szeptemberben megkezdődött. Ugye furcsa nekünk is, vezetőknek, pedagógusoknak is, hogy évközben történik ez az átállás. Ugye ezzel mindig vannak megoldandó feladatok, felmerülő problémák, de úgy gondolom, hogy ha odafigyelünk, és ez eddig is úgy történt, és folyamatosan azokat a feladatokat, amiket kapunk, azokat végrehajtjuk, illetve megoldjuk, elkészítjük a különböző statisztikákat, akkor egy pár nap, pár hét alatt ez az átállás, gondolom, hogy zökkenőmentesen meg fog történni. Ebből az átállásból akár a diákok, akár a szüleik észrevesznek-e valamit? A valóságban nem, hiszen a diákoknak ugyanúgy vannak a tanóráik, a főtárgyi óráik, a csoportos óráik, szolfézs óráik, a pedagógusok ugyanúgy végzik a munkájukat, ahogy eddig végezték. Itt, akik ebből éreznek egy kis változást, illetve egy kis többlet feladat került most elénk, azok az intézményvezetők, illetve a gazdaságügyintézők, iskolatitkár, akiknek egy kicsit most megnövekedett a munkájuk, de gondolom, hogy ez a későbbiekben, hogyha minden a helyes mederbe terelődik, akkor ez majd csökkenni fog. Lassan eltelik a tanév fele, hogyan értékeli az eddigi munkát? Ugye jövő héten tartjuk mi is a tanévet, első fél évet értékelő értekezletünket, ahol ugye számot vetünk az eddigi tevékenységeinkről. Elmondhatom azt, mint amit már eddig is sokszor elmondtam, hogy nem volt unalmas ez a fél évünk se. Ugye a művészeti iskola profiljából adódóan, ugye minden intézménnyel kapcsolatot tartunk a városban, civil szervezetekkel, és rengeteg olyan felkérésünk volt fellépésre, ahol meg tudtuk mutatni azt, hogy a gyerekeink mit sajátítottak el a tanórákon, és bemutatták a produkcióikat. Hál' Istennek nagyon sok felkérés volt, ezeket a felkéréseket igyekeztünk elfogadni és eleget tenni, és úgy vettem észre, hogy ezt nagyon jó szívvel vették azok, akik igényt tartottak a zenei műsor számukra a különböző rendezvényeik alkalmával. Ez az egyik. Tehát az állandó jelenlét a városban, illetve az intézményekben. A másik pedig, ugye tavasszal szoktak lenni a versenyek, a különböző megyei versenyek, és hát az első fél évnek az egyik fontos szakmai feladata az, hogy ezekre a versenyekre felkészítsük a növendékeket, illetve kiválasszuk azokat a növendékeket, akiket szeretnénk indítani ezeken a megmérettetéseken. Ugye említette ön is, meg a városlakói is észrevehették, hogy számtalan rendezvényen jelen voltak az iskola diákjai. Nekem például személy szerint az is feltűnt, hogy a komoly zene mellett egy könnyedebb műfajra is váltottak, és ez nagyon közkedveltnek tűnik szerintem. Így van.
Én úgy gondolom, és a kollégáimmal egyetértésben, és el kell, hogy mondjam, hogy a pedagógiai programunkban, a helyi tantervünkben ennek helyet is adtunk, hiszen erre lehetőség van. Ugye a művészeti iskolák alapjába véve komoly zenét tanítanak, de mivel változik a világ, változnak a gyerekek, ugye a szüleik, különböző stílusú zenei hatások érik őket minden felől, és úgy gondoltuk a kollégákkal együtt, hogy nem a vad könnyű zenére gondolok, hanem a kicsit mérsékeltebb irány vonalat, hogy engedjük be egy kicsit a tanítási órákra. És a komoly zene mellett a gyerekeket ezzel is ismertessük meg, hogy hogyan kell ezt játszani úgy, hogy az még minőségi legyen. A gyerekek ezt hogy fogadták, ezt ennek a lehetőséget? Nagyon örülnek a gyerekek. És tehát nagyobb kedvük van? Így van, nagyobb kedvük van, mert nagyon jól tudják, hogyha úgymond idézőjelben kötelező anyagot megtanuljuk, tehát egy-egy komoly zenei művet, akkor van lehetőség arra, hogy mellette egy könnyedebb művet is megtanuljon, és így a másikat is nagyobb kedvel tanulja, és örömmel jön órára. És személy szerint én a magam nevében nyilatkozom, nálam úgy működik ez, hogyha bejön a tanítványom órára, és konkrétan hoz egy könnyedebb műfajú darabot, hogy ezt szeretné megtanulni, akkor én azt elfogadom. És együtt megtanuljuk. Tehát van választási lehetőségük. Hány tanuló jár az intézményben? Most 201 fővel működik a művészeti iskola, ebből 27 fő növendék a képzőművészet tanszakon tanul. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy mely területeken oktatnak? Zenei terület van, tehát hangszeres oktatás, illetve képzőművészet, ez a két nagy művészeti terület, amit oktatunk itt a művészeti iskolába Karcolón. Melyik a legkedveltebb, vagy a legközkedveltebb a művészeti, tehát a zenei szakirányon? Melyikre jelentkeztek a legtöbben? Igen, általában, és ez már hosszú évek óta így van, nagyon kedvelt a zongora tanszak, aztán az ütő tanszakunk igen kedvelt. Itt sorakoznak a növendékek, várják, hogy bejuthassanak, hiszen... Lányok is, fiúk is vegyesen, hiszen betelt a hely, és várniuk kell üresedésre. Nagyon közkedvelt mostanában a magánének tanszak, és a magánének tanszakon ugye működik egy kis kamaracsoport is, ahol a kisebb gyerekek is énekelhetnek együtt, hiszen a magánének tanszakra olyan növendék nyer felvételt, egy meghallgatás után, akinek már ugye a hangja úgymond mutálódott, tehát egy kicsit beérett, tehát lehet képezni. De ebben a kamaracsoportban a kisebb gyerekek együtt énekelnek, együtt dolgoznak, nagyon jól érzik magukat. Ez egyfajta ilyen felkészítés a későbbi munkára. Mekkora dolgozói létszámmal működnek? Jelenleg 20 álláshelyünk van, és ez a technikai pedagógusok, illetve technikai dolgozók együttesen. Én bízom benne, hogy ezek az álláshelyek megmaradnak, illetve bízom abban is, hogy a továbbiakban, a későbbiekben ez bővítésre is kerül, hiszen tervek azok mindig vannak, mert úgy megy tovább az élet és egy iskola élete is, és úgy fejlődik egy iskola, hogyha vannak tervek. És bízom benne, hogy lesznek olyan lehetőségek, amikor ezeket a terveket valósággá lehet váltani. A 2012-es esztendőt egy hangversennyel, egy karácsonyi hangversennyel zárta az iskola a Déréné Kulturális Központban. Hogy sikerült ez a rendezvény? Meséljen nekünk egy picit róla. Igen, ugye ez már egy hagyományos hangverseny, hiszen nem múlhat el úgy egy év sem, hogy a művészeti iskola növendékei ne adjanak a város lakosságának, a szülőknek és minden érdeklődőnek egy karácsonyi hangversenyt. Ha szakmai szemmel nézem, azt mondom, hogy nagyon színvonalas, szakmailag színvonalas hangversenynek voltunk a részesei. A közönség számából ítélve igen érdeklődőek voltak. Nagyon sok növendékünk lépett föl, szinte minden növendék, hiszen aki nem hangszeren játszott, az a szolfés csoportokban lépett föl.
Ugye most először a Déréni Kulturális Központ mozi termében tartottuk. Ez a helyszín karácsonyi hangversenynek újszerű volt számunkra, hiszen mindig a fönti hangversenyteremben tartottuk. Ezt meg kellett, itt most szoktunk első alkalommal, de könnyen vettük az akadályokat, mi pedagógusok és a növendékek is. Azt kell, hogy mondjam, hogy én elégedett vagyok a karácsonyi hangversenyen, de úgy gondolom, hogy a nézők, a közönség biztos kritikusabbak, és ők azok, akik igazán elmondják azt, hogy most az milyen volt. Akkor tőlük milyen visszajelzést Igen, kaptak. És ez lett volna a következő gondolatom. Tőlük is nagyon sok kedves, pozitív visszajelzést kaptunk. Volt olyan szülő, aki fölvette az egész hangversenyt, és DVD formában már át is nyújtott az iskolának, és itt szeretném megköszönni a szülőknek is a munkáját, mert évközben is van mindig olyan szülő, aki vagy így, vagy úgy segíti a munkánkat önzetlenül, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, és egy iskola tényleg így tud működni szépen. Az idei esztendőre milyen elképzeléseik, lehetőségeik vannak akár versenyek szempontjából is? Igen. Elsősorban a szakmai elképzeléseket szeretném összeszedni, hiszen most van az időszak, január, amikor összeszedjük azokat a gyerekeket, hogy akik versenyre indulnának. Az idén tavasszal is sok verseny lesz. Most februárban kezdődik Mezőtúron a megyei fafúvós verseny, erre is lesz induló növendék az iskolánkból. Aztán tavasszal, áprilisban két verseny is lesz. Szolnokon lesz kamarazenei verseny, amelyre 5 csoporttal, 28 gyerekkel indulunk, 6 felkészítő tanár munkája révén. Lesz részfúvós verseny Tiszafüreden, erre is indulnak növendékeink, és bízom benne, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz híven szép eredményekkel fognak ezekről a versenyekről visszatérni. Reméljük, hogy így lesz. Vannak-e pályázati lehetőségeik? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a művészeti iskolák részére szinte nincs is pályázati lehetőség. Ezt nagyon hiányoljuk, és beszélgetünk is erről a kollégákkal, hogy miért nincsenek ilyen pályázati lehetőségek. Várjuk. Várjuk, hogy hát, ha lesz ilyen, mindenképpen szeretnénk ezeket kihasználni, hiszen a költségvetést azt mindenképpen ki kell egészítenünk ilyen lehetőségekkel is. Mi az, amire esetleg szükség lenne, amit fejlesztenének, például eszközellátottság szempontjából hogyan állnak? Meg kell, hogy mondjam, hogy számszerűleg hangszer ellátottságban jól áll az iskola, hiszen minden gyereknek tudunk hangszert kölcsönözni díjmentesen, tehát a gyerekek ezért nem fizetnek semmilyen ellenszolgáltatást. Viszont ezek a hangszerek ugye a használódás során korrodálódnak, elhasználódnak, és szükséges a folyamatos javításuk. Nos, ez mindig egy kis gondot okoz, hiszen ez nincs ingyen. Tehát ezért fizetni kell, és ugye el kell vinni hangszer és mesterhez, melyiket kihez. És ezek a hangszerjavítások azért nem filléres dolgok. Szólítottunk eddig is az iskola költségvetéséből erre, de nagyon sokat segít ebben a szülői munkaközösség, illetve a Kunorgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesülete, aki ugye annak idején azért jött létre 2011-ben, hogy támogassa a művészeti iskolát, és ilyen területen is. Érkeznek-e még felajánlások? Igen, felajánlások azok folyamatosan érkeznek, úgy a művészeti iskolához, a szülők, illetve a vállalkozók felől, mint ahogy az egyesület felé. Ezeket mindig nagyon szívesen vesszük, és ha aki még nem tett felajánlást, de szeretne, ez most a nézők felé egy felhívás, akkor minket a művészeti iskolában mindig megtalál, és megadjuk a kellő információt ahhoz, hogy ha ezt meg szeretné tenni, akkor hogyan teheti meg. Aki esetleg szeretne majd a következő tanévben jelentkezni, vagy a következő tanévre jelentkezni a zeneiskolába, nekünk ugye zeneiskola, igen, nehéz ezt megszokni, hogy művészeti iskola, hogyan teheti meg, tartanak-e felvételi vizsgát, meddig lehet jelentkezni?
Az az igazság, hogy folyamatosan fölveszük a gyerekeket évközben is, hogyha jelentkezik, és van helyünk egy kis meghallgatás után. Most sajnos azt kell mondanom, hogy most per pillanat minden tanszakunk teltházzal üzemel, de a beiskolázást azt mindig május hónapban szoktuk tartani. Tehát az az időszak május elejétől június elejéig, amikor meghirdetünk egy időpontot, és erről mindig értesül a lakosság is a hírmondó vagy a televízió képernyőjén, illetve plakátokról, hogy mi az az időszak, amikor várjuk a gyerekeket egy kis felvételi meghallgatásra, és akkor ott eldől, hogy milyen hangszerre tudjuk fölvenni. Nem hozott el nekünk valamit, amit én nagyon vártam, hogy esetleg elhozza a tavalyi évben, és erről még nem is számoltunk be. 2012. augusztus 20-a előtt a megyei ünnepi önkormányzati ülésen ön egy díjat vehetett át. Igen, nem gondoltam rá, hogy elhozom, bevallom őszintén, oly rég volt, ugye zajlanak az események. Igen, ez a díj a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díj, amit bevallom őszintén, hogy nagyon jól esett a lelkemnek, meglepetés volt, és itt ezen a fórumon is nagyon szépen köszönöm a felterjesztőimnek, akik erre gondoltak. Úgy éreztem, hogy vannak, akik észreveszik és értékelik a munkát, az embernek a mindennapos munkáját, és hát szívmelengető, tehát ilyenkor ez mindig szívmelengető, és számomra tényleg meglepetés volt. Gratulálunk ezúton is. Köszönöm szépből szépen ehhez az elismeréshez, és szerintem biztos, hogy lesz még hasonlóban része. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres munkát kívánunk erre az évre, sikeres átállást. Köszönöm szépen, remélem, hogy így lesz. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk leveleiket, e-mailjeiket, telefonhívásaikat műsorainkkal kapcsolatba, illetve ne feledjék, hogy jelezzék nekünk, hogyha bármi szokatlant, rendkívülit, érdekeset látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.